Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit közelről és távolról. Köszönöm, hogy megtettétek a hosszú utat a templomig. A mai nap témája az úgynevezett öt kihívás. Ezt a klasszikus szerzetes irodalom, mint a Téraváda, öt méregnek is szokta mondani. Én azért mondom kihívásnak, mert még a szerzetesi élet nagy része sem képzelhető el ezen öt kihívás valamelyike nélkül. Nézzük ezeket sorra, és aztán nézzük meg, hogy mi magunk mit kezdünk ezzel az öt minőséggel, amely valamilyen módon az életünk része. Az öt kihívást három csoportra fogom osztani. Három olyan csoportra, amelyet például, akik jogával vagy indiai kultúrával foglalkoznak, rögtön értenek, akik nem, azok most megértik viszonylag gyorsan. Az egyik, ami a középső a három csoportból, a rajasz, ez a tűz. Olyan vágy, aminek van eleje és vége, vagy olyan dű, aminek van forrása és célja. Mindenképpen tűz, tehát valami ég. Ez alatt van a fekete, a tamasz, ami hát nem csak hogy anyag és kötés, hanem az a fajta nemlátás vagy kátrány, amiben az emberek, azaz mi, elég gyakran beleverjük a homloklebenyünket. És a harmadik pedig a szatva, az a levegő, az a fajta megszabadult állapot, amiben nagyon nehéz eljutni és még nehezebb megtartani. Tehát az öt kihívásra visszatérve, kezdjük a két tamasztikus kihívással, amiben mindenki belekerül, még születése előtt. Ez az alvás és az evés, tehát az anyaggal való elképesztően erős találkozás, legyen az álombéli, tehát alvás, vagy pedig ébrenléti, az evés. Nézd meg, hogy a kettő mennyire összefügg, hogyha túleszed magad, alszol. És hogyha sokat alszol, akkor bizony előbb-utóbb enni kell utána, mert túlálmodod magadat. És ez a kétféle kihívás azért érdekes, mert mindegyik, nem csak ez a kettő, a másik három is valamilyen szintű tudatvesztéssel párosul. A test meglepően kevés ételből el van. Hogyha valamilyen problémád van, akár hogy túl sok, akár hogy túl kevés az az étel, amit beviszel, meg kell nézni, hogy mi az, ami eszik benned. És vagy többet vonz be, mint amire a testnek szüksége van, vagy pedig kevesebbet enged be, mint amire a testnek szüksége van. Tehát kiderül, hogy a karmád eszik. A testnek valójában nagyon-nagyon más az igénye. De a léleknek, annak a karmagyűjteménynek, ami úgy te lennél, annak nagyon-nagyon érdekes igényei vannak, akár úgy, hogy én most megeszek mindent úgy, ahogy van, vagy pedig semmit nem érdekel. Az egész világ hagyjon engem békén. Én böjtölök, én anorexiás leszek, de semmit a világból nem akarok elsajátítani. És az a kihívás, hogy te a középúton maradj, az a legerősebb. Tehát kiderül, hogy a szélsőségekben akármennyire is furcsának tűnik, de könnyebben létezünk. Mert nagyobb identitás élményt ad a szélsőségekben való létezés. Az alvás ugyanez, a túl sok, egy ilyen kótyagos, elképesztően kábult állapottal jár, a túl kevés pedig egy bódult, kótyagos, álomtalan, kialvatlan állapottal jár, ahogy ezt az intenzív héten résztvevők mind tapasztalták. Tehát itt is a túl sok, azzal elég nagy baj van, és a túl kevés, azzal is elég nagy baj van. De kiderül, hogy az embernek, mint testhez kötött léleknek, szanszkritul jiva, elképesztően szüksége van mind a kettőre. Tehát nem tudunk enélkül létezni, még a leghaladottabb szerzetesek is, akik 100 napot töltenek néha egy ilyen dobozban, szó szerint egy meditációs dobozban, Téraváda praxis, azért, hogy ne dőljenek el. És csak ürítkezni jönnek ki, alig mozognak, és ilyen gizny a vékonyak, még ott is, sőt, kőkemény elalvás van, és ott is valamennyi ételre szükség van. Tehát ha testben vagy, az már azt jelenti, hogy a lélek az anyaggal találkozott, az érzékszerviséggel találkozott.
Az első tamasz élményed az, hogy fölvetted a szem, fül, orr, nyelv, test, értelem és érzelem burkot, ami a test, maga. Ez a születés. És akkor a kettő rajasztikus élményre szeretnék áttérni, ami a pénz és a szex. Az anyagi és az érzékszervi vágyak kielégítése. És itt is igaz a középút, hogy hát voltak olyan gyakorlási kísérletek, hogy az emberek így mindentől elvonuljanak, és egy tanyán majd csak lesz valahogy alapon, pénz nélkül szeretnénk létezni, társkapcsolat nélkül szeretnénk létezni, és a többi. És ez egy darabig megy, és utána a nagy aszkéta a lemondás tárgyával jutalmazza önmagát. Ez a legszebb csőd, amiben bele lehet menni, és akkor, ha elért valamit, az a baj, síg gazdag lesz, mert valami elképesztő kreativitást élt át, és a tanyáról kilépve az egész világ az övé lesz egy találmányon keresztül, és a másik pedig, hogy a hatalmas egy lemondás a mindenféle érzékiségről hirtelen a vörös lámpás negyed felé vezet, mihelyt vége az időszaknak. És az az érdekes, hogy ezek az úgynevezett karmikus indítékok, szanszkritus szanszkárák, ezek a vágyenergiák az életnek az alapvető hajtóerői. Tehát például a szexuális energia nélkül te nem jöttél volna létre. És mégis vannak emberek, akik ennek a létét tagadják. Nem csak, hogy mondjuk ne legyen túl sok, hanem hogy az úgy nincs. Értjük? Vagy az egyik vagy másik felét, hogy nő vagy férfi, aki részt vesz ebben, az fölébb való vagy alább való. Tehát ilyen ítéletalkotó mód egyik vagy másik komponens felé. És ekkor, hogyha például valaki túl sokat vagy túl keveset vételez ebből a kettőből, akkor az élet félrecsúszik, irányt veszít. És ez az irányvesztés, ez mindig azzal jár, hogy járod a már feleslegesnek látott köröket, de még mindig benne vagy. Még mindig ismételsz, még mindig nem ébredtél fel. Az ötödik, az a szatvikus probléma, és ez a hírnév, vagy figyelem. Tehát amikor egy koreai szerzetesről nagyon jókat akartak mondani, ott a helyiek, azt mondják, Szunyim, ez a másik, ez egy nagyon híres szerzetes, őt már nagyon sokan ismerik, ő már volt a tévében is, tudod? És akkor nekünk, mint ilyen kis pejhesálló nyugati gyakorlóknak, így elmondták, hogy ez a híres szerzetes, ez mennyire erényes, meg mi minden tud, és hogy mennyit gyakorolt már, és hogy mennyire szerény is, ugye, a hírnév mellett, és ez a szatva problémája. Tehát soha nem hallasz egy ilyen nagy tiszteletű szerzetest másnak, csak hogy híres lett. Az, hogy kövér lett, azt nem. Az, hogy mennyit alszik, az sem. Vagy az, hogy nagyon lefogyott, az sem. Tehát a szatva problémája, hogyha már megúsztad mind a másik négyet, akkor ezt észreveszik, és erről hírt is adnak. És ez akkor azt eredményez, hogy te beleakadsz a figyelmedbe. Tehát nagy tiszteletű szerzetese, hogy meghívott engem mondjuk ebédre, ki nem jött a mobiljából, te. Tehát ette a kalkuksut, ezt a kézzel készített koreai tésztát, és mellette a kimcsit, és a harmadik kezével, és a harmadik szemével mindig is benne volt a kis mobiljában, mert a hírnév az kötelezte, hogy állandóan megválaszolja az üzeneteket. A figyelem is lehet addiktív. Tehát felmegy a színész a színpadra, és mindennek vége. Mert csak a figyelem számít. És akik a hírnévtől függenek, azok nem tudnak önmagukban esetleg magányosan lenni. Még nagyon rövid időt sem. És mi az öt kihívásból az, ami ezt öt méreggé tudja változtatni? Ez az uralomnak a hiánya. Az uralom hiánya a látás hiányából következik. És a látás az mutatja meg, hogy az okozatiság szintjén hogy működnek ezek a minőségek. Mi ennek az ötnek a tatvája, a működés módja? Mi az az okozatiság, ami tényleg kíséri őket? És ekkor láthatjuk azt, hogy milyen identitás formáló hatása van mind az ötnek.
A jó hír az, hogy igazi önvalónk nem függ eredetileg ettől az öttől. Testi és lelki létünk az igen, az avatárunk az igen. De igazi önvalónk eredetileg ezektől nem függ. Mégis ezen öt kihívásra való helyes válaszadással tudjuk az életet élni, és tapasztalni azt, akik valójában vagyunk. Ezen öt nélkül nem lenne sem élet, sem halál. De ha nem ébredünk föl ebből az ötből, soha nem lesz tiszta a tudat. Soha. Úgyhogy igen, az önként vállalt lemondásnak van értelme és haszna, hogyha mellé helyesen gyakoroljuk a meghaladó bölcsességet. De hogyha a lemondás tárgyával jutalmazzuk rögtön önmagunkat, ráadásul túladagolva, akkor olyan ellenkező hatásokat tudunk elérni, hogy itt csak úgy lesse, hogy most akkor mi történt? Tehát a nagy szent most hirtelen miért került a kiskocsma melletti árokba, ahonnan talicskával kell hazavinni? Úgyhogy erre tessék figyelni, hogy valójában miből áll a mi életünk. Milyen érzékszervi hatásokból, milyen okozati viszonyokból, és hogy az egésznek mi az iránya. Tehát Szungszár Zenmester nem tanított mást, mint irányvétel, irányvétel, irányvétel. És a középút az a legnehezebb. A szélsőséges tapasztalás az nagyon erős identitás élménnyel jár. Ezért szoktuk bizonyos életkorban az extrém sportokat, az extrém tapasztalatokat, a kockázatot, a stresszt, egyebeket keresni. Eltelik egy-két évtized, és pont a stresszt, a kockázatot és az extremitásokat szeretnénk elkerülni. És ugyanaz a lény vagy, úgy állítólag. Ezt hívják fejlődési görbének. Hogy te most melyik oldaláról kezded, az szinte mindegy. De hogy egyszer csak a lényed belehúz valami nagyon-nagyon hatalmas amplitúdójú színuszgörbébe azért, hogy te embernek érezd magad, és értelmet adj az életednek, és valahogy tapasztalhass, az biztos. És ebben rengeteg energia van. És ahol energia van, ott információ is van. Ahol szélsőséges tapasztalás van, ott szélsőségesen erős egoitás is van. És erre tessék nagyon figyelni. Mert a kiürülés az nem azt jelenti, hogy egy ilyen flatline, egyenes EKG vonallá válsz, és mindenféle élményed megszűnik. Az egyévválás nem azt jelenti, hogy elsemlegesedsz. A gyakorlat azt jelenti, hogy letisztul a tudatod, mint a tükör ezt. Nem ígérjük, ezt tapasztaljuk, és segítünk másoknak is tapasztalni. És ebbe a tükörbe minden belefér, amit létrehozunk. A kérdés az, hogy mit szeretnénk létrehozni ebben az életben. Kinek van kérdése? Legtöbbször az emberek mi az, ami ide hozza őket, és hogy gyógyulnak meg belőle legtöbbször? Téged mi hozott ide? Szenvedés. Hidd el, hogy akik itt kitartanak, így 90 napig vagy még tovább, őket is valamilyen mélyebb szenvedés hozza ide. Ezért egyrészt hálásnak lehet lenni, hogy csak akkorát kaptunk, hogy még belefér 90 nap, és nem kell többet takarítani, és nem von el jobban a gyakorlástól, mint amennyire. Tehát inkább motivál, és nem megöl. Ez rendben van, ez az emberi létbe beletartozik. Sok érdeklődő tér az útra. De valójában azok maradnak csak, akik a szenvedést valamilyen módon tapasztalták, és a négy nemes igazság számukra nyilvánvalóvá vált. Hogy igen, elismerem, van szenvedés. Ezt létrehoztuk. Ennek van oka, ennek van megszüntetése, és a megszüntetésnek van útja. És aki ezt a négy nemes igazságot úgy nem óhajtja tudomásul venni, az marad egy ilyen alulfejlett állapotban, ami szintén nem probléma, csak ezen a szinten éli az életet, és hallja a halált. És ez minél alacsonyabb, annál több félelem van benne. Annál több téves nézet van benne. Annál több szélsőséges kapcsiság és harag van benne. Innen látod. Tehát a szenvedés elsősorban fölébreszt, ha nem túl nagy és nem túl kicsi. És azok maradnak az úton, akik ezt belátták. És szeretnének belül változni azért, hogy végre kívül is változás legyen. Főleg az európai történelem tragikusan tele van olyan kísérletekkel, hogy megváltoztatjuk a társadalmi formánkat, a gondolkodási formánkat, a különböző létformáinkat erővel, erőszakosan, forradalmian, és utána 5 év, 10 év, 20 év, 28 év, és visszarendeződött minden.
csak a szenvedés lett több. Tehát amíg ezeket a körforgásukat nem ismerjük fel, és megfogadjuk, hogy ezeket nem fogjuk ismételni, addig ez lesz. Egy trauma legyen a négy karmikus osztály bármelyikében, egyéni, páros, családi és csoportos, addig ismétli önmagát, amíg teljesen tudatossá nem válik. Tehát addig hozzuk létre újra és újra a szenvedést, amíg újra nem leszünk rajta, és eldöntjük, hogy ezt többet nem. Ezt többet így nem mondom, nem mondatom. Nem teszem, nem műveltetem. Nem gondolom, nem gondoltatom. Nem érzem, nem éreztettem így. Köszönöm, elég volt. Ez ennyi múlik. Jó? Nagyon köszönöm. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? Beszélnél az adimokkáról, tehát hogy erről a belső elhatározásról, amit hogy hogyan lehet helyesen használni. Az idegen szót nem értettem. Adimokka. Hogyha lefordíthatjuk belső elhatározásra. Maradjunk a belső elhatározásnál, hogy azt hogyan van egy nagyon hasonló szanszkrit kifejezés, de az a fogadalmak összesség, ez a pratimoksa, de nem várom, hogy ezt mond. A lényeg az, hogy amikor te belül már láttad azt az elképesztő különbséget, hogy milyen akarsz lenni, de milyen vagy, milyen világot szeretnél, és milyen világot élünk, a kettő közti elképesztő különbség, ez egy olyan ívet húz, olyan akaratot tud létrehozni, hogy a helyes irány és a helyes tanítás birtokában megállíthatatlan vagy. Csak lelőni lehet, de legyőzni nem. Mert látod azt, hogy ha a helyes úton haladsz, akkor változol és helyesen változtatsz. De ha nem belülről kezded, akkor mindig ilyen forradalmakat robbantunk ki, jobbra-balra, háborúkat, egyebeket, és semmi érdemleges változás nem történik, csak a szenvedés nő. A reaktív tudat általi szenvedés, dualisztikus tapasztalás elképesztő méreteket tud ölteni. Alapvetően nem tudjuk megválaszolni több ezer év az azonos vagy különböző kvant. Itt a második interjúnál ez bekövetkezik. Nézd meg! Úgyhogy a belső elhatározás az tudatosság és tapasztalás együtthatója. Ebből van az akarat, és hogyha az irány az helyes, akkor a kudarcok is segítenek. Ha az irány az helytelen, akkor még a siker is hiba. Jó. Köszönöm. Szívesen. Az lenne a kérdésem, hogyha úgy esne, hogy adományt kapnánk, hogyan tudjuk eldönteni azt, hogy ezt egy erényként kapjuk valamiért cserébe, amiért megszolgáltunk már, vagy esetleg megelőlegezni nekünk valamit, ahogyan működünk, vagy amit látnak, ránk vetítenek. Hogyha nagyon sokáig dolgozol úgy, hogy külső támogatást nem kapsz, de mégis helyes az, amit teszel, akkor a támogatás bejövetelekkor van egy ilyen meghajlás, hála, megnyugvás, de nem érzed azt, hogy tartozol. És akkor azt megfelelő célra felhasználod, és elkezded visszaforgatni az ebből származó mentális erényt abba a közegbe, ahonnan kaptad az adományt. Tehát a mi dolgunk az a spirituális vagy minőségi tudati szolgáltatás, ez a tan, hogy szolgáltatjuk azt az utat, azt a tudatminőséget, ami lehet járni, amit el lehet érni. És ezért materiális fenntartást kapunk, és a rendszer így van megépítve, hogy mi nem materiális dolgokat, érzékszervi tárgyakat termelünk, hanem egy minőséget adunk, amely által az élet és halál tapasztalata emelkedhet, és más lesz, mint eddig, mert a tudatot tisztább. És ezt hívják az erény körbeforgatásának. A két szerepet, hogy mentális vagy materiális fókusz, ezt nem szabad összekeverni. Mert akkor hirtelen szerzetesek elkezdenek sajtot gyártani és sört főzni. Vagy pedig nagyon nagy tech cégek elkezdenek ideológiákat és vallásokat gyártani. Nem szabad eltérni a kaptafától. Az, hogy te pontosan mire szerződtél. És azt kell csinálni. Na, ez a következetesség és hasznosság, ez az, ami adja ezt az erény mezejét, amivel te használsz, elsajátítasz, visszaadsz. Használsz, elsajátítasz, visszaadsz. Ha előlegbe kaptad, akkor a megkapáskor a hála mellé van egy aggodalom, hogy ezzel most mit csinálok.
ez most valahol sok. Ezt jó kell fölhasználnom ahhoz, hogy ne hibázzak. Még nem dolgoztam meg érte, de itt van. Tehát van ilyen is. És akkor azt kell tenni, megfogadod, hogy megvalósítod a deklarált célokat, és a fennmaradó adományt azt továbbadod hasonló célú intézményeknek, és akkor nem ég rád a karma. Nem fog belét kötni az energia. Nem fog az erény hátránnyá válni azért, mert hirtelen birtokossá váltál a puszta felhasználó helyett. És itt most nem tulajdoni lapokról, meg egyéb ilyen garanciapapírokról beszélek, hanem hogy túlterjeszkedünk, és akkor már az infrastruktúra lesz a fontos. És már félünk nem hinni azokat a dogmákat, amelyek korábban csak hitelvek voltak, mert az infrastruktúrát fönn kell tartani. Sőt, bővíteni. Mert valójában abból van a profit. Tehát ezekre nagyon vigyázunk. Itt, mint egy űrutazásnál is, egy fokot egy picit eltér az egyik koordinát, és egy másik naprendszerben kötsz ki 2 év múlva. Tehát egy picit elvéted ezt az irányt, és sikeres leszel, hatalmas hiba. Óriási metamorfózis lesz, csak azért, mert a világ visszaigazolt, hogy a barátom, neked igazad van. Mi téged szeret? Jó mondod, adjuk alád. Valósuljanak meg a céljaid. És akkor egy picit eltért az eredeti irányt, és vége van. Ennek is a példáit nagyon jól lehet látni, csak ki kell nyitnod a szemedet. Én nem mondom meg. Tehát, ha előlegbe kapod, ha egyfajta törlesztésként kapod az adománnyal és a rád bízott javakkal nagyon óvatosan kell bánni. És úgy kell látni azt, ahogy van. Ha különböző ideálokat, különböző elvárásokat, félelmeket, tiltásokat kapcsolunk hozzá, és nem úgy látjuk működésében és céljában, ahogy van, akkor egyszerűen olyanná formál minket, akivé eredetileg se szerettünk volna válni, de mégis megtörtént. Hát így már tényleg érthető szerintem. Egyéb kérdés? Egy olyan érzéssel kapcsolatban kérdezlek, ami az utóbbi időben így a gyakorlat során többször előkerült bennem, és ez a düh. Annál is inkább kérdezlek, mert ez a koan kérdésekkel kapcsolatban jött elő bennem többször, amikor mondjuk már egy ilyen negyedik, ötödik alkalomra sem tudom a helyes választ, és egy újabb visszatapsot kapok tőled, akkor ez engem nagyon, nagyon zavar, és egy olyan feszültség alakul ki bennem, ami szerintem már eleve megakadályozza a helyes választ megszületését, és ezt szeretném valahogy feloldani, hogyha ebben tudnál segíteni, azt megköszönöm. Igen, 6-szorra is szívesen látlak az interjúszobámban. Csak láttad volna itt az előtted lévő sorokban az együttérző pillantásokat. És egy kicsit azt a hitetlenség, hogy neked már a negyedik, ötödik alkalommal ez előjött. Tehát az elmének egy elképesztő tréningje a koanpraxis, valahol a legégbe kiáltóbb paradoxonok gyűjteménye, és pontosan ezt a reaktív tudatot hozza föl, amit említettél. Neked ez a düh máshol kétségbeesés, máshol egyéb ilyen reakciók, hogy nem tudom. Mert az elmének hogy az a dolga, hogy ő tudja, hogy én okos vagyok. Én még okosabb vagyok, sőt, én még annál is okosabb vagyok, és én megmondom ám, hú, de mennyire megmondom. Na, ez nincs. Tehát bejössz, és a koanpraxis így ezt a szőnyeget úgy kirántja a lábad alól, hogy utána már így megkérdezi, hogy miért? Miért én? Hát miért veled? Azért, mert ide jöttél. Tehát fel akartál ébredni például a gondolkodás káprázatából, és kapsz egy koankát, és ez pedig mint a szike a vásznat, így ezt a fájtlat elvágja. És ez a feszültség, amit te említettél, ez a zen gyakorló kincse. Ez a motiváció, hogy leboruljon, hogy üljön, hogy mantrázzon, és végül is haladja meg azt az énséget, tudatszintet, ahol eddig volt. Én ezt a feszültséget nem veszem el tőled, sőt, inkább a jelenlévő villanyszerelők segítségével, megfelelő kapcsolódobozók, kábelezés és egyéb útján a fogyasztóhoz
irányítom ezt a feszültséget, és ez a kérdés. A kérdésben ott terem ez a feszültség, hogy mi ez. Ez egy általános kérdés, ami a koan végén van, hogy mi a Buddha? Mit jelent az, hogy mu? Ha már megvan az, hogy mi a mu, akkor hol van a fél mu? És a többi. Látok ilyen... Nem csak, hogy mu, hanem, hogy fél mu. Lesz negyed is, figyeld meg. De a lényeg az, hogy szeretném tudni, de nem tudom. Meg szeretném oldani, de nem oldottam meg. Hogy mások tudják, de én nem. Hát ez annyira egészséges. Tehát ez énnek az összes reakcióját kihozza. És azért, hogy egy kicsikét érezd, hogy én ezen ugyanúgy átmentem, mint mindegyik kötök, hozok egy olyan emléket, 1992. február, 31 éve. Falenica, Varsó külvárosa, az ott még remélem mai napig működő zenközpont, 90 napos elvonulás, és ott voltam, azt hiszem, egy hetet. Három interjú, ugyanúgy, mint itt, és egy amerikai zenmesternő volt éppen akkor ott vendégségben, és már nem tudom, hogy milyen koan forgott a mosógépben éppen itt belül, de természetesen nem volt meg a megoldás, és azt mondtam hősiesen, hogy nem tudom. És akkor az zenmesternő még egy lapáttal rá is tett, hogy nem tudod, és nem is fogod tudni soha, mert benned nincs meg az, ami ahhoz kell, hogy ezt valaha is tud. Ennek, itt, ide. Harmincegy éve. Tehát, hú! És volt egy ilyen kis terasz, egy ilyen kis kiugró terasz, zárt, ablakos, de ilyen kis alkóv valami, és a dharmaterem és az interjúszoba között, csengő elhangzik, jön a következő ember, mert szabad vagyok, nem kell rögtön visszamásznom a saját kudarcomba, ott szépen szivattyúzni magamból a kétségbeesést kifelé. Megállok a kis teraszon, így kinézek erre, teljesen eseménytelen, ilyen, tudod, Dél-Lengyelország hegyek, de azon kívül ilyen hatalmas nagy alföld az egész. És nézem a felhőket, nézem a fáknak a teljesen eseménytelen koronáját, azt a sarat, ami ott van, és hirtelen megjelenik egy második világháborús film. Minden. Minden. Amit el tudsz képzelni, és valaha moziban láttál, a Ryan közlegény megmentésétől kezdve az Ellenség a kapuknál című filmig minden. 3D-ben. Képpel, hanga. És közben tisztában vagy a tájjal, és közben megy a film belül. És ez ment. Egy pár percet elvesztem benne, mert valahol élveztem is, hogy én ilyet tudok. És utána megdöbbentem. Hirtelen ráláttam arra, hogy Úristen, én ilyen dühös tudok lenni egy koanon. Csak azért, mert ezt a kérdést, amit 1300 éve valaki a Tang dinasztiában kikotlott magából, én nem tudtam megoldani. Hát ettől letarolom a világot. És akkor egy ilyen spontán belső fogadalom csattant el bennem, hogy soha egyetlen koan sem fog akadályozni az úton. Ha megoldom, megoldom, ha nem, nem. Én akkor is az úton haladok. És ez rengeteget segített később, amikor nem egy hétig, egy évig nem oldottam meg egyet, és közben 2 darab 90 napos volt, heti 3 interjúval. Az 78 interjú. Nem 3-4, 78, és mindig ugyanabba a falba, bam, bele a fejedet. Figyeled a reakciót. Hát ugye Európa a kis részecske gyorsítójával, 3 ország alatt a CERN, az látja, amikor 2 protonja láb közel fénysebességgel így találkozik, és ilyen hatalmas, egy ilyen mikrovilág megnyílik, és a szubatomiság ez elárasztja az érzékelőket, és akkor látod, hogy a trilliómod, milliómod másodpercben mi történik.
Ugyanez van a tudatban is. Találkozik a kérdés és a válasz, tanító és a tanítva, és van egy csattanás, és a csattanásban az összes reakciód, az összes karmád egy pillanatra ott van, ami ott releváns. Ebből tudsz tanulni. Hogy te valójában ki vagy. Kinek hiszed magad, de valójában, abban a pillanatban ki vagy. Mire visszaértél ide, már nem. Már egy picit más. Az intuíció, ami megoldja a kuant, az az önvalódnak a közvetlen megnyilatkozása. Az elmének a kísérlete, hogy megoldja, az az énségednek a működése. Minél nagyobb a távolság az önkép és az önvaló között, annál hibásabb a kuan megoldási kísérlete. Minél kisebb a távolság az önvaló és az önkép között, annál sikeresebb a kuan megoldási kísérlete. És amikor egy pillanatra átfedés van, és tényleg tiszta a tükör, az énséged eltűnt, akkor az a reflexió, az a tükrözés, az helyes. És ez már mindenkinek megvolt itt, legalább egy picit, aki interjún volt. Tehát aki ezt a kérdést megoldotta, és legtöbbötök elsőre, másodjára megoldja, az már egy botütésnyi tükrözést elsajátított. Aztán jön a neheze, amikor ezt már úgy kell tudni, hogy valaki hamuzik a Buddhára. Tehát nézd meg, hogy mennyit tanulhatsz a saját hibádból, hogyha hajlandó vagy fölállni a padlóról, megtörölgetni a vérző önképedet, és szépen menni tovább. Ez a felnőtt változata a buddhizmusnak. Az ovis az az, hogy jaj, te kicsi Buddha, te. És közben már felnőtt, nem fél éves, és ott gügyög a kezedben, nem, felnőtt, két lábon járó, 18 elmúlt, vagy közel, és akkor simogatjuk, hogy kicsi Buddha, te neked is van Buddha természeted, meg neked is, meg te már Buddha is vagyol, ugye? És ez a rusnyanat karma kertbe, ez mi? Ja? Úgyhogy hálásak lehetünk a kudarcainak, mert az illúzió vesztés az út része. És hálásak lehetünk a sikereinknek, mert azt végül is tanításként át lehet adni másnak. Úgyhogy az a jó híre, hogy egy nagyon-nagyon természetes folyamat része vagy. Ezt hívják tisztulásnak. Ha az ember nem ragaszkodik a karmájához, akkor tisztul és tanul a hibáiból. Ha nem, akkor ragaszkodik a hibáihoz, és akkor pusztul. Ezt mi döntjük el. Ha jól értettem az előbb, akkor azt mondtad, hogy ha túl eszi magát egy ember, az a lélek eszi túl magát? Persze, hát nem a test kívánja, a test már mondja, a gyomor is, meg mindegy, hagyjál már békén, de a nyelv, meg az elme, meg a különböző bujkáló komplexusok, főleg félelem, meg depresszió, még. De miért van ez? Mert az ízlelés élmény az a túlélésnek így a testvére. Tehát amíg eszem, addig élek. Amíg ízlelek, addig van életélmény. Tehát túl akarom élni. Túl akarom élni. Túl akarom élni, és ezért szétzabálom magam, és ebbe bele is halok. Így. Köszönöm. Szívesen. Tessék ott. Az iskolában a héten volt egy bombariadó, és kiderült később, hogy ilyen, hát nem volt igazán bomba az iskolában, hanem egy fenyegető levél volt, de azért kitereltek mindenkit, és igazából utólag visszatekintve rá eléggé ijesztő volt. És az a kérdésem, hogy egy ilyen létfenyegető tapasztalattal mit lehet kezdeni utólag? Hogy ezt hogyan kell helyesen kezelni? Meg kell nézni mögötte lévő tudatot. Hát kapott az iskola egy fenyegető levelet, ismerjük a tartalmát? Valószínűleg nem. És hogyha nem ismerjük a tartalmát, akkor nem ismerjük azt a tudatot sem, amelyik megírta. Egy tanárral volt baja? Nem akart zárt helyit írni? Valami alibi volt, vagy tényleg dű volt? Ezt nem tudjuk. Tehát el kell viselni, hogy a töredékét ismerjük meg ennek a valóságnak. És ilyenkor ebben a helyzetben fel kell ismerni a te dolgodat. Amikor azt mondják, hogy kifelé, akkor kimész, amikor azt mondják, hogy visszamész, akkor visszamész, és folytatod, úgy, hogy tiszta szemmel, tiszta füllel és érzékekkel látod, hogy nem történt semmi lényeges. De feltehetsz nyugodtan kérdést, ez nem az öncenzúrára való felhívás, amit mondtam, ez önfegyelem, ez más. És ekkor fölteheted azt a kérdést, hogy
Ugyan milyen tudat írta meg ezt a levelet? Tehát kinek kellett ez? Mire volt ez jó? És itt a végső válasz ugyanaz, hogy nem tudom, de legalább a tudat adott egy teret egy érvényes, őszinte kérdésnek. Mert manapság a világ egyre több őrülettel van tele. Tehát fajlagosan sokkal nagyobb az információ áramlás, mint mondjuk akár 30 éve, de biztos több, mint 100 éve. És 100 év óta alsó hangon megkétszereztük az emberiség létszámát, vele együtt a hülyességünket is. Közben az információ áramlás pedig exponenciálisan javult, internetnek legyen hála, mely nélkül tényleg nem tudnánk rendesen élni vagy működni. De így az emberi hülyeség is fénysebességgel áramlik, sokkal több, mint eddig, és sokkal jobban megtanuljuk egymástól ezeket a szélsőséges, néha embertelen dolgokat, amelyek a hírfolyamoknak a pénzgenerátorai. Tehát pontosan azért van benne a sok őrület, szörnyűség, mert akkor elolvasod. Ha nem lenne benne, akkor nem olvasnád el. Ezt az újságírói egyszer egyben mondják, hogy ha csak jó hírt közöl egy újság, azt nem veszik meg. Tehát azért vannak a rovatok a bulvártól a különböző egyéb szak rovatokig, hogy az ember megtalálja benne azt, mint egy étteremben, amit éppen enni akar, aminek hírértéke van. És ezeknek az őrületeknek, hogy bomba, merénylet, halál, egyebek, ezeknek olyan hírértéke van, ami az előző kérdéshez úgy kapcsolódik, hogy tudatalatt az ember már látja, hogy ő túlélte, de akiről szól a hír, az nem élte túl. És ezért szoktunk ilyen híreket olvasni, hogy na, az ő túlélési stratégiája nem sikerült, mert ő belőle halálhír lett, ezért ha én azt nem követem, akkor az enyém sikerülni fog. Belőlem nem lesz rögtön halálhír, csak később, és az is ilyen kis békésen a temetés után. Tehát ez megint csak túlélés, megint csak félelem alapú dolog, és aki félelmet kelt másokban, lásd fenyegető levél, az valahol irányítja ezt. Ugyanaz, mint a komputeres vírus. Tehát engem nagyon érdekelt az, hogy egy vírusírónak milyen berendezése van akkor, amikor egy trójait megír, vagy egy férget megír. Tehát mi benne neki a jó? És kiderül, hogy a hírnév, ugye az öt szennyeződés egyike, ha rosszul csináljuk, hogy ő olvassa, hogy hány tízezer komputer tett működésképtelenni a féreg, és ott neki hatalmas nagy egóröpülése van. Hogy akkor ő uralkodott 70 ezer komputeren. Tudod? Itt valaki egy fenyegető levéllel fél órán keresztül uralkodott egy iskolán. Ez a tudatforma bőven mögötte van. Jó? És hogyha te eldöntöd, hogy rajtad egy ilyen levél nem uralkodik, teszed, amit tenned kell, akkor vagy a helyes úton. Rajtad egy ilyen semmit nem változtat. Nem leszel bátrabb, nem leszel gyávább, nem leszel jobb tanuló, nem leszel rosszabb tanuló, nem fogsz többé vagy kevésbé bízni a tanárokban vagy az iskolában. És akkor látod, hogy az a tudatforma, ami ezt csinálta, annak semmi köze hozzád. És akkor ettől is az ember egy kicsit jobban halad az útján. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Tapasztalni vagyunk itt a Földön, és az óceán és csepp kontextusban végül is mi értelme ennek a megtapasztalásnak egyetemes szinten? Mit úgy szeretnél tapasztalni? Nem, hát én tapasztalok. Tehát nem de az, mit? Hogy hát a bármit, ami történik nem velem bármit, az életben. Kicsit legyen zenebb, jó? Duális, jót, rosszat, attól hát most elszomorítottál. Ebben a pillanatban duálisat, jót, rosszat. Hogy lehetne ez? Egy dharma beszédet tapasztalunk ma mindannyian. Most, ebben a pillanatban. Egyetemes szint nincs, azt felejtsük el, ez a tudatnak az általánosító kényszer, amiben megnyugvást akar, hogy az én célom meg az egyetemes nagy, az úgy egybe van. Mindenkinek saját útja van, és hogyha ebben az útban közös irányt találunk, akkor az nagyon szerencsés. És akkor abba a csoportba kerülsz. Tehát, hogyha itt mondjuk a négy bódhiszatva fogadalom bármelyike itt a jelenlévők ellenérzését váltanák, akkor nem lennétek itt. Tehát ez a közös irány, amit fölvettünk, hogy mennyi időre, az mindenkinek a döntésétől függ. De nincs egyetemes cél. Ezt fogjuk fel. Nincs egyetemes értelem. Abból az irányból értem a kérdést.
lehet, hogy erre válaszoltál, csak én nem értelmezem jól, hogy gyakorlatilag az univerzum, vagy egyetemes tudat, vagy akárhogy hívom, rajtunk keresztül tapasztal. Tehát ez az értelmezés, hogy az egyéneknek végül is az univerzum néz ki mindenkinek a szemén, gyakorlatilag ez egy tudat. Ez és a koncepció most nem segít rajtad. Jelenleg ott tartunk, hogy te néz ki a saját szemedből. Semmi többre nincs szükség. Az, hogy a csepp milyen óceánba tér vissza, és milyen óceánból jön ki, az a meditáció által tapasztalássá válik. Gondolkodás által ez nem közölhető. Én, mint rossz tanító, aki sokat beszél, hasonlatokat mondok. És a hasonlatok által esetleg inspirációt nyer az ember, hogy gyakoroljon valamit, amitől az ego kérge, ugye megreped, vagy feloldódik, és az egyéválás tapasztalata, az viszi előre a megszabadulás és megszabadítás útján. De ettől függetlenül így objektíve, hogy mi van, hogy most mi egy hatalmas mező kiáradásai vagyunk, vagy pedig egy hullámtartománynak a kis elszigetelt csúcsai, mely minél mélyebbre megyünk, annál közösebb, hogy egy lényegnek a pici partikuláris megnyilvánulásai lennénk, ezt azért ne döntsük el aggyal, mert félrevezető. Tehát a lónak biztos, hogy az egyik oldalára esik le, ha nem a másikra, de hogyha hátán nem maradsz, az biztos. Tehát ha azt mondod, hogy csak az egyéni tudat van a világon hiba, ha azt mondod, hogy csak egy kollektív tudat van, az is hiba. Tehát ezt a duális gondolkodás, és ezt jól érzed, soha nem fogja teljes értékűen fogalmakba önteni. Javaslok egy olyan hasonlatot most, ami nem működik, jó? Csak azért, hogy kicsit játszok. A halász hálóval dolgozik. A bárkájáról halat fog. Most képzeld el, hogy a háló is vízből van. De ezt a halász dönti el, hogy a H2O az milyen sűrű lesz. És hogyha nagyon sűrű a H2O, akkor az szilárd érzetet kelt, és kifogja a halat. Mihelyt a gondolkodás azt mondja, hogy én akarok tudni valamit, egy ilyen szilárd hálóvá szilárdul, és a kíváncsiság vagy a kérdés tárgyát ki akarja fogni a valóság tengeréből. Mihelyt nem gondolkodsz, a H2O-ból levő háló visszaolvad vízzé, és megkülönböztethetetlenné válik a tengertől magától. Ez megvan? Akkor a következő lépés, amitől tényleg működésképtelen lesz az egész, hogy a hal is H2O-ból van. És mihelyt megteremted a hálót, megteremtődik a hal. És mihelyt megvan az elme tárgya, egy külön tudás tárgy belül a tudatban, attól megteremtődik a háló is. A gondolkodás teremti a gondolatot, és egy meglévő gondolat újabb gondolkodást hoz létre. Megvan? És amikor mind a három visszatér ide, akkor van egység. Eredetileg nincs háló, nincs tenger, és nincs hal. Csak a H2O van. De ez a gondolatot teljesen működésképtelenné teszi, azért, mert látja, hogy itt jóval többről van szó, mint önmaga. És a meditáció az ezzel a jóval többről van szó tapasztalata. És azért hagyom itt abba, hogy tényleg ne gondolattal akarj tovább, hanem lásd azt, hogy ez így a kognitív elme számára teljesen felfoghatatlan. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Milyen mantrát tudnál nekem javasolni a beszédem által teremtett karma megtisztítására? A Suri Suri Maha Suri Susuri Sabaha mantrát szeretném mondani, amit az amerikaiak már le is fordítottak Suri Suri Maha Surira, de a lényeg az, hogy a beszéd által teremtett helytelen karmára a legjobb mantra a csend. Tehát amikor ugye elhallgatsz. De ahhoz, hogy ide eljuss és ne egy belső párbeszéd legyen, vagy többszörös párbeszéd, mert ilyet is tudunk, tehát akinek lapot osztasz, az mind szól. És akkor a Suri Suri Maha Suri Susuri Sabaha, és akkor ez szépen megy tovább. Ha pedig már esetleg a szenvedésteli
hatását ennek a beszédnek szeretnéd megszüntetni, akkor a Kvanszeum Bosszál, mint együttérzés mantra kell. Mert akár te kaptad azt a beszédet, amitől szenvedsz, vagy te adtad azt a beszédet, amitől más valaki szenved, az együttérzés nélkül ezt a szenvedést nem lehet elvenni. Miért? Mert néha egyáltalán nem halljuk, amit mondunk. Azt meg tényleg nem veszük észre, hogy a másikban milyen hatást keltett az, amit éppen kimondtunk. És a legrosszabb, amikor úgy el kell mondani, hogy ja, én ezt nem úgy értettem. Igen? Akkor hogy értetted? Hogy? Menjünk el vissza Szókratészig, aki pont ezt kutatta, és elismételte mindig, amit hallott, és kiderült, hogy nem azt mondták? Ebből egy külön filozófia lett, kérem. Hogy próbáljuk meg megérteni tényleg, hogy a másik mit mondott. Nem csak az, hogy én mit fogtam föl belőle, hanem hogy ő mit üzent. És akkor ki lehet venni ezt a nagyon súlyos beszédkarmát. A beszéddel 4 baj van. 4. Ez a 4 bizonytalan karma. Nem tudjuk, hogy az adott korpusz, az a beszéd, amit hallottál, az egyezik a valósággal, különbözik tőle, sem azonos, sem különböző a valóságtól, vagy egyszerre azonos és különböző a valósághoz képest. Ez a 4 bizonytalan karma a beszéddel. Kétértelmű, egyértelmű, többértelmű, nem értelmű. Így. Na ezért kell az embert a beszéd mögé tenni, és akkor talán egy picit a jelenlét stabilizálja, hogy mit mondtál, mit hallottál. Jó? Jó, köszönöm. Szívesen. Elhangzott nemrég az, hogy ugye minél több illúzióvesztésen megyünk keresztül, annál közelebb kerülhetünk a felébredéshez. Pontosan egyébként mit értünk az illúzió alatt? Például, hogyha világi céljaink vannak, az már egy illúzió? A kérdésed valóságos vagy illuzórikus? Az ütés világi volt, vagy szerzetesi? Dharmatermi. Akkor megválaszoltad a kérdésedet. Nem a célok döntik el, hogy illuzórikus vagy sem. A tudat áll-e összhangban a valósággal, annak működésével, vagy pedig valami álomvilágban él, mint Ropauer Hümér? Ez dönti el. Létrehozott-e egy fikciót, és azt akarja valóságosnak látni, vagy teremt? Nem mindegy. Ha ismeri a törvényt, akkor teremthet, ha nem, akkor végig egy fiktív álomvilágban marad, és veri az asztalt, hogy ő neki az életben nem osztottak lapot. Oké. Nagyon szépen köszönöm. Szívesen. Egyébként is? Mit jelent a karmát levinni testre? Mert betegség. Igen, tehát valószínű, hogy én annélkül, hogy ezt tudtam volna az utolsó hónapokig, valószínű a fél életembe ezt tettem. És innentől pedig azt szeretném kérdezni, hogy hogy lehet ezt nem tenni, vagy hogy lehet az eddigieket helyrehozni. Ennek 3 szintje van, az első a mentális, a második az energetikai, a harmadik a fizikai. Amikor egy karmát a tudatodban érzékelsz, akkor még nem alakult ki az azonosulás, és éppen ezért, hogyha a megfelelő helyére teszed, vagy engeded oda kerülni, akkor abból nem lesz érzelmi reakció, nem lesz egy külön energiamező. Ha ez kialakul, akkor a karmának az érzete ilyen súlyos, vagy égő, nagyon komoly. Már nem lehet csak úgy meg nem történté tenni mentálisan, azt már elhitted. És amikor kialakul az azonosulás, akkor jön a harmadik, a fizikai rész. Akkor viszed rá testre, mert általában az elme nagyon gyorsan megtelik azokkal a dolgokkal, amelyekkel azonosulunk. Most nézd meg, 2 kezed van, és 2 tárgy rögtön betölti a kezedet. Azon nyomban nem tudok mást megfogni. De még 10 000 tárgy itt a környéken van. És hogyha ezt elkezdik felém dobálni, vagy elengedem ezeket a tárgyakat, és elkapom a többit, vagy elborít az egész. Tehát az elme túltöltöttségének az első és legfontosabb kompenzálása az, hogy kitolja ezt a karmát testre. Ez lesz a háttértár, a test. És ezt a betegség formájában teszi. És a betegség
az legyengíti az elme működését is. Amikor lázas vagy, akkor tudatosan nem tudsz gondolkodni és rendszereket alkotni. Ilyen lázrózsák vannak, meg ilyen kötképek vannak, víziók vannak, de a tudatos gondolkodás az nagy részt elszállt, meg kell gyógyulni. Tehát a betegség legyengíti az elmének azt a funkcióját, amivel a betegséget teremtette. Értjük? És akkor ezáltal tanulsz. Minél hamarabb fogod meg a mentális síkon ezt, annál kevésbé fog az energetikaira átmenni, és annál kevésbé lesz a testen rajta. Na most a tehetetlenség, vagy a félelem, tehát azok a negatív érzelmi reakciók, amelyek egy karmát bebetonoznak a testbe, azok a zálogai annak, hogy meg is betegítjük magunkat, meg néha egymást. Tehát áthárított karmák is vannak, és van, aki az együttérzés hídján keresztül azonosul a másik karmájával, és ugyanúgy megbetegszik, mint ő. Ezt annak a helytelen felfogásnak az illusztrálására használom, hogy az éppen ilyen alanyi egyéváló, felveszem a betegséget, az nem ugyanaz, mint a tárgyi odaforduló, meggyógyítom a betegséget. Tehát magamban is el kell döntenem, hogy ezzel a karmával egyéválok és azonosulok vele, az alanyi egyéválás, és ekkor meg is fogom betegíteni magam, hogyha a karma az egy beteg karma, romboló karma. Ha pedig azt mondom, tárgyi odaforduló, hogy ezt meggyógyítom magamban, akkor egészséges leszel. Ennyire egyszerű. A lélek egyébként mindig az öntisztulásra törekszik, és a test, amíg van energiája, addig az öngyógyításra törekszik. Hálásan köszönöm. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? Ha vannak az életemben olyan ismétlődő és újra felbukkanó élethelyzetek, amik dühöt váltanak ki belőlem, akkor úgy járok-e helyesen az úton, hogy azon dolgozom, hogy ezek ne billentsenek ki az egyensúlyomban, vagy azon dolgozom, hogy utána járjak, hogy mi ennek az oka, hogy mindig ugyanezt történik, és belőlem mindig ugyanezt a dühöt váltja ki. Mindkettő. Tehát először is ne billentsen ki. Mert ha kibillent, akkor a tükör az állandóan rezeg, törik, szakad, és akkor akármilyen okozatiságot látnál, nem lenne miben látni. De hogyha a második nem következik be, akkor újra és újra kiteszed magad ugyanannak a karmának, mert nem fetted fel a szenvedés okát, és ezért nem is tudtad elérni a megszüntetését. Tehát egyszerre kell egy tiszta, világos jelenléttel kibírni, és utána elmenni a kezdőpontig, a kiváltó okig, és azt megszüntetni, tudván, hogy egy más formában hasonló karma újra szembe jöhet. És akkor azt látod, hogy főleg magadban tudod ezt megoldani, de a világban nem. De ha magadban megoldottad, akkor a világban is megoldottad. Kiderül, hogy ha te egy bizonyos hullámsávú jelet nem bocsátasz ki, akkor annak a visszapattanása sem fog érvényesülni. Ez egy élénk emlék, hogy hányféleképpen lehet elmenni kutyás házak kerítése előtt. Tehát itt milyen tudatállapotban vagy, amikor tudod, hogy ott van a kutya, és te a járdán, faluba, kisvárosba, ugye elmész a kutyás ház kerítése előtt. És pontosan úgy ugat vagy nem ugat a kutya, amilyen állapotban te vagy. Ez egy döbbenetes tapasztalás, és mindenki nyugodtan próbálja ki, mantrával vagy anélkül. Különböző társaságban, az emberi mező még erősebb, csendben vagy beszédben. Félelmetes. Tehát tessék megnézni a kiváltó okot, nagyon fontos. Tessék megszüntetni a magadban lévő gyökeret, amely újra és újra létrehozza ezt a jelenséget, de bizony ehhez kell az az állóképesség, hogy amikor jön, azt kibírom. És ennek a gyökérnek a kiderítésére jó mód az, hogy felteszem a mihez kérdést, akár meditációban, akár csak amikor eszembe jut. Így van. Mi ez, honnan jön? Mert akkor már adjuk meg a kifutását is. Mi ez, honnan jön? És döbbenetes, hogyha az elme nem blokkolja le a saját látását, akkor választ is kapsz. Helyeset. De hogyha az ember önvédelmi reakciókkal van tele, akkor torz választ kap, mert akkor csak azt hallja meg belül, amit meg akar hallani. Oké? Köszönöm szépen. Nagyon szívesen.
Egyéb kérdés, bárkita? Ez a kutyás példa, ez pont tegnap előtt járok futni, ugye van itt a házak között, és vannak kisebb-nagyobb kutyák, és ez megfordult a fejembe, hogy amilyen állapot vagyok bévül, olyan reakció, ugye bár van, hogy a nagy bölcsek mondják, ősatyák, hogy mély nyugalom van benne, és a vada alatt sem mar bele, vagy valami hasonlókat mondanak. Úgyhogy igazából volt hasonló tapasztalás, csak arra akartam mondani, hogy valószínűleg, hogy ez a mély nyugalom, lehet, hogy ezt elméből, ha az ember előállítsa, az nem olyan, mint amit keresünk, amit nem tudunk mondani se, csak elképzelhessük, milyen az állapot, ha valaki megvilágosodott. De valahol lehet, hogy elméből is lehet egy ilyen nyugalmat termelni, csak azt gondolom, összetörik ez egy ilyen kérdés, hogy... Hatalmas különbség van a kétféle nyugalom között. Az egyik olyan, mint amikor nagy mennyiségű olaj ömlik a hullámzó tengerre, az elme által hirtelen megteremtett, vagy pedig van egy tótükör, ahol elült a szél, és a dinoszauruszok se jönnek-mennek a felszín alatt. Nagyon más. Miért? Mert az egyik autonóm. Tehát nem egy külső behatás, vagy belső behatás függő. Autonóm. Megvan. De hogyha belülről azt a nyugalmat állandóan teremteni kell, vagy kívülről, uram bocsá, akkor az egyre gyengébb lesz. És ez hangsúlyos. Tehát azért, mert a meditációnak tényleg jó eszközei vannak, de az zen deklaráltan arra halad, és arra felé sarkal, hogy te eszköztelenül is tudd mindezt. Miért? Mert amikor meghalsz, nem fogsz gondolkodni. Semmit. Jönnek a képzetek, és az agykéregből ugyanúgy kiszállsz, mint az összes többi érzékszervből. Nem lesz mivel gondolkodnod. Gondold ezt el. Erre is gondoltam. Nem, most még elgondolhatod. Erre is gondoltam, hogy volt ez a mély nyugalom, hogy az ember tud magában egy mély nyugalmat kifejleszteni. Vannak különböző gyakorlatok, nem tudom, szívcsakrával, stb., hogy igazából el tud mélyülni egy hatalmas szeretetbe, ezt elő tudja elmével állítani. És pont de ez... ne állíts elő. Az így előállított dolog, az így elmegy. A gondolkodás előtt itt azt nem kell előállítani, az már előállt. A nyugalom helyett, mert a nyugalom is relatív a zavarodottsághoz vagy a nyugtalansághoz képest, egy jelenlétet kellene megtapasztalni, amely szintén már előállt, hiszen testben vagyunk, látunk a szemünkkel, hallunk a fülünkkel. Ezt a jelenlétet kell megszilárdítani, amely éberen, álomban, testben, testen kívül ugyanúgy meg tud történni, vagy jelen tudsz lenni. Ez a nyugalom. Amit ellobbanásnak mondunk, az az énségnek az eltűnése, a különálló egoitás képzetének az ellobbanása. És ekkora jelenlétet teljessé válik. És ez a jelenlét kibírja a nyugalmat is, meg a nyugtalanságot is. Ez is akkor egy előállított karma, hiába a jó felé megy, és a szív felé megy, és a szeretet felé megy, ez is csak egy előállított. Minden, ami A-ból B-be megy, egyik állapotból a másikba átváltozik, van kezdete és van vége, ez mind előállított karma. Nézd meg a szívszútrát. A szívszútrában egy olyan tanítás van, hogy az összes nyugati intellektus megficcen tőle teljesen. Tehát én 2 évig szándékosan nem akartam értelmezni a szútrát, mert olyan erős volt, hogy az értelmem úgy lepattant róla, mint kavicsa jégről. Tehát hihetetlen. És amikor már egy picit meditáltam, és egy picit tapasztaltam azt, amiről éppen beszéltünk, csak éppen, hogy így ízlelgettem gyűszűvel, akkor a szútra elkezdett értelmet nyerni. És az elme nem akarta megfejteni azt, amit gondolkodással senki nem tud megfejteni. Ugyanez, tehát nyugalmat teremteni nem lehet, de visszatérni a dualitások elé, azt lehet. Tehát jelen lenni tudsz, akármi történik. És akkor ez a nyugalom, a boldogság. Maha Parinirvána szútra. Ha minden jelenséget meg nem jelentnek tekintünk, ez a nyugalom, a boldogság. Ilyen tapasztalás volt ezzel kapcsolatban, hogy egy mély nyugalmi állapotban voltam, ami így nem egészen teljesen magától jött, hanem valahol bévül törekedtem rá elmébe, hogy nyugalomba kerüljek. Próbáltam gondolkodás nélkül tenni ezt, és ilyen másoló most ilyen mély szeretet állapot volt, és az volt az érdekes, hogy a körülöttem lévő emberek, mert ez mondjuk egy kávézóban volt, Pozsonyban várakoztam, és mindenki mosolygott, és mindenki kedves volt. Én viszont nem mosolyogtam, nem hívtam azt a mosolyt meg magamhoz, nem mutattam azt, hogy most gyere hozzám, hanem egyszerűen az emberek, sőt, kérdezgettek, vagy szóltak valamit tök idegenek, úgyhogy ez volt, de
tisztában vagyok vele, hogy lehet, igen, hogy ezt az elme hozta létre, és ez is egy karmikus dolog. Ne ellenőrizd ennyire a tudatodat. Azt nézd meg, hogy most milyen állapotban vagy, és arra a világ milyen választ ad. Nagyon sokszor úgy érezzük, hogy csak egy pohárban lehet a víz. Nem, a tudatot meg lehet tanítani a tapasztalás által arra, hogyha lehúzom róla a poharat, akkor pohár alakban a víz ott marad. Tehát eszköztelenül is, amit addig mantrával megcsináltál, azt mantra nélkül is, mint jelenlét, mint tudatállapot tudod hozni. Tehát, hogy ez honnan jön, ezt nem kell ellenőrizni, ezt nem kell tudni, mert pont ez az, ami nem tudható. A módszer, a pohár az tudható. Hogy mitől maradt pohár alakban a víz, az nem tudható, de a víz megtanulta. Tehát ilyenkor azt kell nézni, hogy az adott pillanatban az ok és okozat, a kölcsönhatás közted és a környezet között hogyan működik. Ennyi kell. És akkor futsz, és egy árva kutya ugatás nincs. És elkezdesz gondolkodni, és az összes a környéken beindul. Egyéb kérdés? Még egy-kettő, azt megyünk haza, tessék. Én a szenvedélybetegséggel kapcsolatban szeretném a következő kérdésemet föltenni, hogy mi a véleményed azzal kapcsolatban, hogy vannak emberek, akik kannabiszt szívnak. Ez ugye módosítja a tudatot. És hogy hát vannak országok, ahol már ezt lehet legálisan is beszerezni, hogy mi a véleményed ezzel kapcsolatban, ez helyes dolog, hogy ezt engedik? Nincs véleményem erről. A legnagyobb kábítószer a saját téves nézeteink, kapzsiságunk és haragunk, erre még néha kémiával, kannabisz és egyéb származékokkal rá lehet keverni. Erről nekem nincs véleményem. Az a fontos, hogyha valaki el akarja érni a tiszta tudatot, akkor lássa ennek az útját és kövesse. Karesz? Sokszor meditációban előjön düh, harag és egyéb hasonló. Ezt igyekszem elengedni. Nagyon sokszor viszont az életben ez ad energiát ahhoz, hogy akár létezzünk, vagy bármi más megtegyek. Amint elengedem ezeket az érzéseket, mi az, ami esetleg tud ezt, vagy tudnám ezt pótolni? Hogy... Együttérzéssel ugyanannyit fog adni, csak finomabb lesz, és emlékezz, hogy az energia az együtt jár az információval. Tehát, hogy elmondja valaki, hogy szerinted te ki vagy, és olyan energiát ad, hogy ledöföd. De az együttérzés az ugyanekkora energiát tud adni, csak az információ tartalma más. És igen, a harag, meg a düh, ezek rövid távon, mint egy kis utánégető, kicsit salakos, de rengeteg energiát tud adni, viszont irányt is ad. Ezzel kell vigyázni. Hogy milyen irányba mész. Fordítottja is igaz, felveszed a helyes irányt, elképesztően nincs rá energiád. De egy idő után lesz, mert folyamatosan abba az irányba haladtál, és elkezdett a visszacsatolás közted és az univerzum között megvalósulni. És akkor lesz energiád rá, és akkor tudsz benne hinni. Látod, hogy az az irány helyes. Néha nehéz, de miért? Mert a folyamatban te valakivé válsz. Tehát az energia és az információ nem pusztán a karmára vonatkozik, hanem rád is. Rád is. Mindannyiunkra. Jó? Ezért nézzük meg, hogy mire fizetünk elő, és milyen üzemanyagot teszünk a motorba, mert attól megváltozik a hajtáslánc nagyon. Hát én ezért köszönöm a 90 napot például, mert igenis az együttérzés is meg lett tapasztalva, és igen, elég sok energiát tud adni. Úgyhogy köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Utolsó két kérdés, ha van. Szenvedéssel és szenvedés megtapasztalásával kapcsolatos lenne a kérdésem. Mit tudok tenni egy olyan emberrel, aki nem hajlandó megtapasztalni a szenvedést? Semmi olyan dologról hallani sem akar, ami bármilyen szinten szenvedéssel kapcsolatos, akár halállal, akár olyan hírrel, amiben szenvedés van, vagy akár egy olyan filmmel, amiben egy pisztoly van. Milyen áron tartja fönt ezt az állapotot az illető? Minden. Akkor ott a szenvedés, hogy ehhez minden áron erőfeszítés kell. Tehát hagyd magára egyszerűen ebben az állapotban. Nem azt mondom, hogy ne adj neki enni, inni meg energiát a szobájába, de hát a hiányt, magyarul mulandóságot, vagy kölcsönös függőséget pillanatokat meg tudja tapasztalni. Általában ez a lény a tökéletesség mániájában szenved.
és mivel a tökéletességet elszigetelten akarja elérni, hogy én ne tapasztaljak szenvedést semmi módon, ezért a világot kizárja, mert ki kell zárnia hozzá. És innentől kezdve megszámláltattak azok a napok, ameddig ez még lehetséges, mert ezt az állapotot nem lehet fönntartani, ahogy mondod, minden áron elképesztő energiabefektetés kell. Ez körülbelül ahhoz hasonló, hogy te nem vagy hajlandó az esőcseppeket tapasztalni, ezért egy helikopter alá állsz, és így pörgeted a rotort, így jön több ezres fordulattal. Igen, csak egyszer az eső el fogja érni azt az intenzitást, amikor már ezen is átmegy. Minden tűzfalat föl lehet törni. Úgyhogy az illető már csak attól szenved, hogy ezt akarja. Meg kell kérdezni, hogy te ebben az állapotban most boldog vagy? Úgy hiszed, hogy elérted ezt? Mert hogyha őszinte, akkor azt is elmondja, hogy hát igen, ezt úgy szerintem nem sikerült maradéktalanul megvalósítanom. Nem minden nap sikerül, vagy nem úgy, ahogy szeretném. És akkor az a rés, amit akar és amit elért, ott a rés, ott a szenvedés, és akkor szép lassan taníthatóvá válik, de nem szabad sietni, akkor még jobban begubódzik, és elzárja magát az igazság elől. Valójában tényleg a szenvedés mértékében válik az illető taníthatóvá, és az ember segíthetővé. Ez egy nagyon szomorú igazság. De a legtöbbünk így működik. Minél magasabb a tudatszint, annál kevesebb szenvedés kell hozzá. Minél alacsonyabb, annál több. Oké? Okay? Szeretném megerősíteni azt, hogy meditációba. Nagyon fáradt vagyok éppen, és alig tudom nyitott tartani a szemem, viszont folyamatosan törekszem, tartom, és egyszer csak megérkezik hozzá energia, és kitisztul minden. Viszont most az lenne a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy mostanában elmúlt napokban gyakran szédülök, hogy ezt hogy tudnám orvosolni? Több testmozgása, és kevesebb gondolattal itt fönt a fejben. Jó. Tehát ez két dolog miatt lehetséges. Az egyik, hogy nincs elég oxigén a vérben, kis hipoxia van, mert nem mozogsz eleget, és ez a napi több órás ülés, hát ez eléggé lelassítja a rendszert. Tehát sétálni kell, esetleg egyéb dinamikusabb testgyakorlatot végezni. És a másik az a tudati rész. Ha az elme túl van töltve a saját gondolataival, akkor egyszerűen elkezd örvény lenni ez az egész, és létrehozza a saját álmosságát azért, hogy ne gondolkodjon annyit. Tehát ilyen önszabályzás szépen beindul. Nekem az a kérdésem, hogy ezt az örvénylést, ezzel mit lehet kezdeni, mert nekem ez most már lassan, tehát hogy ugye két dupla, tehát dupla ülésünk van, és az első ülés az erről szól, hogy ezzel küzdök, és így bólogatok. Mint az Eper falombja? Igen. De a második ülésre tök jó, de ehhez ugye nettó 2x50 perc kell, tehát hogy... Jó, tehát itt az van, hogy szatvikus önmagában, itt sajnos a homlokcsakrában nagyon sok jó gondolat tud, meg képzett tud várni a sorára, és ez már elnehezíti a krániumot, a homloklebenyt kicsit letakarja. Ilyenkor légzéstechnika több tucat van, tessék szíves egy központi csatornán lehozni az energiát ide a tantiembe, és ezzel az információt is lehozod ide a tantiembe, amely, mint tudjuk, az egyévállás pontja. Azért, mert a tantiemben, azaz köldökcsakrában semmilyen különleges egyéni funkció nincs. Csak a konnektor az univerzális energiára, semmi több. Itt van a kitörési pont, mert itt nem történik semmi. Ez a tökéletes nem cselekvés, vagy nem teremtés pontja. Teremtettet visszahozod ide. És általános tapasztalás, hogy ekkor elkezdenek kitisztulni az érzékszervek, de hogyha az ember itt fönt marad, akkor ez a sok-sok sorba álló gondolat is szépen tolja az éberséget a szakadék felé. Úgyhogy fönt, itt a homlokodban nincs sem jó, sem rossz gondolat. Épp ebben a pillanatban most mire van szükség? És kiderül, hogy ebben a pillanatban külön gondolkodásra nincs szükség. Akkor mindent ide-vissza, majd szépen kipattan, amikor szükség van rá. A zen nagyon érdekesen kezeli a memóriát és a gondolkodást.
hogyha jól gyakorolsz, akkor az úgynevezett intuitív memória az beindul, amire kell, azon nyomban emlékszel, amire nem kell, azon nyomban tudat küszöb alá visszamegy, és a tudat terét szépen szabadon hagyja. És akkor nem kótyagosodik, nem szédül el az ember, mert a tudat terét nem zsúfolta tele passzív gondolati karmákkal, amikkel épp ott akkor nem tud mit kezdeni. Ez a just think, csak gondold. És akkor pont annyi van, amennyi kell. Hát gondold el, hogy az ember annyit harapna és venne a szájába, hogy nem tudná lenyelni. Szétdagadna az ember feje a kajától. Ugyanez. Szétdagad az ember homloka a felhasználatlan gondolatoktól. És meg lehet tanulni, hogy az üres, tiszta tér az pont annyi tudattárgyat kapjon, amennyi szükséges, és nem többet. Ezt kívánom mindenkinek. Maradjon a tudattere mindig tiszta, és a kapcsolatod a helyzettel és a pillanattal töretlen. Ezáltal tudunk magunknak és másoknak egyaránt segíteni. Köszönöm, hogy eljöttetek, hogy ezt meghallgattátok, és hogy továbbra is együtt haladunk az úton.